Én arra törekedtem világéletemben, hogy megtartsam a kíváncsiságomat. Azzal foglalkozom, hogy hogy lehet egy bizonyos emberi csapatból, eszköz tömegből kihozni a, a legjobbat. Minden egyes dologban, amit csinálunk az életben, kell, hogy legyen a végén egy másik ember, egy másik személy. Én arra törekedtem, hogy azt, amit én emberi jóknak tartok, Azokat próbáljam elősegíteni. Ott válik el a vezető, amikor válság van. Hogy ő is beugrik a, a, a sírók közé, és sopánkodók közé, vagy pedig, vagy pedig azt mondja, hogy oké, ez a helyzet, erre megyünk, válaszolunk. Én azért szeretek fiatalabbak között lenni, mert egyrészt engem is frissen tart, másrészt fiatalan az emberek föltesznek orcátlan kérdéseket, és akkor érvelned kell tartósan jó vezető azt tud lenni, aki bizonyos egyensúlyt fönn tud tartani az életében. Szinte nem ismerek olyan vezetőt, aki valamilyen módon ne jótékonykodna. Azt a biztonságot, hogy te hátrahajtod a fejed, behunyod a szemed, közben kint dörögnek az ágyúk, villámlik, vihar van, földrengés van, és akkor valaki a fejedre homlokodra teszi a kezét, és azt mondja, hogy minden rendben van. Na ez a család. Sák János. Sikeres vezető és üzletember, aki kitartóan dolgozik közösségi javaink megőrzéséért és gyarapításáért. Azért, hogy gyermekeink és unokáink méltóságban élhessenek, maguk irányíthassák a sorsukat, és Magyarország egyenrangú partnereként megőrizze történelmi szerepét Európában és a világban. A gazdaság világában generációk tekintenek rá mesterként, a Kárpát-medence jövendő vezetőit nevelő pedagógusként. Minden megnyilvánulásából sugárzik a környezetét jobbá tevő, közösségcentrikus, a múltunk értékeit megbecsülő érzékenység, valamint az egyéni felelősségvállalást tükröző, polgári értékrend. Közéleti szerepvállalása során londoni nagykövetként és más külszolgálati szerepkörökben is hazánk szolgálatába állította az évtizedek folyamán felhalmozott kapcsolati tőkéjét. Műveltségét tükröz igazdag publicisztikai, szakírói és műfordítói tevékenysége, amely az emberiség bölcseleti örökségének mai értelmezésétől az általa megálmodott új interdisziplináris tudományterületig a jövőképesség tudományáig ível. Talán a legvarázslatosabb vonása, hogy mindezen szerepköreit úgy látja el, hogy Csák János a férj, a négy gyermekes apa és most már öt unokás nagypapa mindvégig a helyén volt. Most már utolad nyilvánvalónak látszik, hogy talán ez a titka annak, hogy minden szerepében hiteles tudott maradni. Araté azaz kiválóság, ez az én szavam. És persze a szeretetre és a jóra törekvés. Az ember egy idő után rájön, hogy bár elérni soha nem tudjuk, törekedni kell a kiválóságra. Kevés dologra jut idő egy emberi életben, ezért ha már csinál valamit az ember, azt ne félig meddig, hanem teljes energiával, odaadással tegye. Úgy szeretném, hogy ez az én életemre is igaz lenne. Csák János, felelős üzletember, kategóriában a Grányi 2021-ben. Láttuk a felvezetőből, hogy úgy nehéz felsorolni, hogy mi mindennek voltál a vezetője, mi mindennek voltál az élén, tulajdonoltad, fölvirágoztattad. Egy kicsit olyan érzése van az embernek, amikor megnézi így a Wikipédiát, vagy, vagy így utánad néz, hogy Sák János már egy, egyből vezetőként született, már gyerekkorában már vezető volt. Mert ugye az tagadhatatlan, hogy te egy vezető vagy. Hogy lettél vezető? Mert az, az, a rész biztosan érdekel mindenkit. Mert onnantól kezdve tudunk rólad sok mindent, hogy már különböző cégek vezérigazgatója, elnök, külföldön, belföldön, ügyvezetőigazgatója, de az út, gondolom nem volt ilyen egyszerű. Hát nem tudom, hogy én vezetőnek születtem el, szerintem mindenki vezetőnek születik. Azt mondják, hogy amikor megszülettem, Kiabáltam, sírtam, tehát már, már akkor volt valami. Az első élmény, amire emlékszem, az uh, uh, kisdobos korunkban volt, amikor a volt egy olyan feladat az iskolában, hogy a, ilyen helyismereti gyakorlat volt, és minden őrs mint most a cserkészeknél, hogy találja meg nem tudom ezt vagy azt az utcát, vagy ezt a, vagy azt a házat és felsorakoztunk, és a tanító néni körülnézett, és azt mondta, hogy te leszel a csapat vezetője. Az, az 7 éves koroma volt, mert évesztes vagyok. És a másik élményem az nagymamám de, volt. de meglepetésként ért? Vagy azt mondtad, hogy igenis? Hát a 7 éves gyereket mi lepi meg, amikor a nagy tanító néni mond valamit, meg megillető. De, de természetes mondom. De nem mondtam ellent. Nem mondtam ellent. A másik pedig nagyjából ugyanebben a Korszakban voltál, 8 éves voltam, kilenc. Nagyon hamar meghaltak az apai nagyszüleim, és akkor a nagymamám már nagybeteg volt. És otthon voltunk, ők Füzesgyarmaton éltek, és ültünk, és tudta, hogy, hogy lassan lejár az itteni földi élete, és azt mondta, hogy bárcsak tudnám, hogy Jancsikából mi lesz. Na ez, ez, már szöget ütött a fejembe kilenc évesen, hogy mi lenne belőle, én terautósofor szerettem volna lenni, meg űrhajós, tehát a kettő között bármi. És, és aztán soha nem gondolkodtam azon, hogy, hogy én vezető legyek. Valahogy mindig úgy került egyébként a foci csapatba is, csapatkapitány lettem, de én nem, ezt nem regisztráltam magamon, nem, nem tudtam, hanem talán azt lehetne mondani, hogy, ami a szívemen az a számon, és, és mindig mondtam, és általában én azt tapasztaltam azóta is, hogy, hogy ha mondjuk összejön egy baráti társaság este, akkor egy beszélgetésre, akkor jó történeteket kell mondani, jó dolgokat kell mondani, az megragadja a többiek figyelmét. Ha az ember csak hallgat, akkor sosem ö, fog kijönni, és aztán egy idő után azt fogják mondani, hogy hoppá. Ha ezt mondod, akkor tedd is. Akkor, akkor áld is a, a szavad. És a legtöbb esetben, még a, amikor nem voltam ilyen vezető pozícióban, azt hiszem, hogy így történt az, hogy hogy mentem előre, hogy mindig megpróbáltam elmondani azt, a, a szívemben. De ezt ez ez szeretni kellett gondolkozni, nem? Gondolkodni, hogy hogyan legyen valami jobb kellett egyfajta bátorság, hogy az ember ki is tudja azt mondani, mert az már ugye eleve megosztó dolog, ha kiteszel valamit az asztalra, akkor vagy azt mondják, hogy igen, vagy azt mondják, hogy nem. Tehát ez volt, ez a fajta proaktív hozzáállás volt az, ami téged előre vitt? Úgy hívnám ezt, hogy mérhetetlen kíváncsiság, vagy egy ilyen nyughatatlan kíváncsiság. És én azt hiszem, hogy ha megnéz az ember a világban a vezetőket, most legyen az egy családnak a vezetője, vagy vállalatnak, vagy egy országnak, vagy egy, vagy egy intézménynek a vezetője, azok a jó vezetők, akik meg, tart, meg tudják tartani a gyermeki kíváncsiságukat. És, és valamennyi naivitást is. És nagyon sokszor van, főleg azoknak az embereknek, akikkel nagy nyomás van, vagy nagyon sok ügyjel kell foglalkozniuk, hogy, hogy és általában ugye, aki már vezető pozícióba jut, az tapasztalt, hogyha jön egy idea, vagy ötlet, vagy valaki előáll valamivel, azt úgy kezeli, mintha ilyen ö, 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 egy tapasztalatlan ember bedob valamit, és nekem annyi tapasztalom van, és így félkézzel rád mond valamit. Én arra törekedtem világéletemben, hogy megtartsam a kíváncsiságomat. Ebből aztán már gyerekkoromban is volt bajom, mert mindig elcsatangoltam, ö, ö, sokszor kaptam is érte fejmosást, mondjuk így. De a kíváncsiság az, és utána a második lépés az az, hogy az ember merjen is beleállni. Én, én fociztam, ö, meg atlétizáltam. Ugye az atlétikában azért egyedül van az ember, mikor fut, gátot fut, meg eső, de a fociban ott ö, tehát az atlétikában önmagadat győződ le, de ez is kell egy vezetőnek, a fociban viszont ütközni kell az ellenféle. És csapatban. bele kell állni, és csapatban. Igen, a Hanvas Béla mondta, hogy a világ legszebb játéka a futball. Mert olyant elképzelni, hogy 11 férfi egy zárt helyen egy célért teljes egészében küzdjön, az nagyon ritka. 11 férfi, Hát, a versengő férfiak. A versengő férfiak, de ez egybeáll, és, és, egy célért tudnak küzdeni. Szóval szerintem... Szóval mondjuk, a nemzethez is egyébként nem, hogy végső soron a nemzetek nem másik nemzetek ellen vannak, hanem a nemzetek végső soron nem egymás elleni, hanem a, olyanfajta olyan fajta küzdelemben vagy versengésben vannak egymással, ahol együtt van egy bizonyos csoport, akinek van egy kulturális gyökere, van egy fajta belső hajtó ereje, ami az identitásából, meg mindenből fakad. Nem lehet? Ez, a, ez csak fociról jut eszembe, nem akartam elkalandozni, csak valahogy. Van, van benne, ugye a foci, az most attól függ kis pálya vagy nagy pálya, de fél óra vagy 90 perc, és arra rá lehet készülni fizikailag, szellemileg, lelkileg, és egy nagyon intenzív dolog. A nemzet tagjának lenni az, az a, az egy ilyen részben tetleges, részben töprengős feladat. Mert a, ugyanúgy, mint, mint a saját családunkat, vagy a szeretteinket szeretni, az egy igénybevevő feladat. Az egy időigényes feladat, és érzelmileg nagyon sok energiát felemész, persze közben növekszik is az ember. És ugyanilyen az én szememben a hazaszeretet is. Tehát nem tudjuk minden pillanatban a haza szeretettelből égni, mert akkor elégnénk. Ugyanúgy, ahogy a, költőink, mondjuk egy József Attila vagy Petőfi Sándor, olyan, olyan mélységesen benne voltak abban, amit csináltak, hogy egyszerűen elégtek benne. Ebből a szempontból érdekes, hogy a modernitásban kialakultak ezek a sportok, hogy ezt a azt a rengeteg energiát, ami amiatt, hogy a megélhetésünk megkönnyebbedett, már nem kell 24 órát dolgozni, hanem szabadidőnk lett. Ha nem lenne a sport, nem lenne szórakozási lehetőség, nem, lenne, nem kirándulnánk, akkor, akkor valószínűleg egy csomó őrült ember lenne, mert az energia szétégetne bennünket. És ugye mi magyarok meg legendásan tudjuk belülről táplálni a tüzet. Ugye te dolgoztál és sikeres voltál Ausztráliában, Egyesült Államokban, most is mindenféle nemzetközi nagyvállalatok élén vagy. Ebben adott neked extrát az, hogy te magyar vagy? Tehát most már igazából igazgatósági tagként vagyok, tehát ö, ö, olyan pozíciót, ami, ami ö, folyamatos napi munkával, vezetéssel jár, azt kevésbé vállalok igazgatóságok, és, és sok ö, olyan embert, akinek van saját ideája, azokat próbálom segíteni és mentorálgatni, mondjuk így, a legkülönböző korban lévő embereket. Az, hogy én ö, magyar vagyok, az egyrészt talán abban segített, hogy a magyar nyelvünk miatt a mi gondolkodásunk is más. Tehát, a kíváncsiságon kívül én szerintem, hogyha valaki tud befelé hallgatni, meg, meg, tényleg megpróbálja magába szívni a magyar kultúrát, akkor, akkor új megvilágításba tud helyezni dolgokat. Én nagyon sokszor tapasztaltam például, amikor fölkértek igazgatósági tagságra, akkor volt úgy, hogy emlékszem, a helyetben ültünk, egy belga, belgiumén élő holland, ö, ö, tehát flamand kollega jött el, és kérdeztem, is, hogy találtak meg amerikai barátaink keresztül, és miért. És azt mondta, hogy, hogy szerintem nekik, a nyugati multinacionalis vállalatoknak szükség van közép-európai, és ezen belül magyar gondolkodás, Ugye a magyar gondolkodás. Ö, az, 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 hogy mondjuk kiben testesül meg, meg ki tudja hordozni, az egy talányos kérdés, de minden rólunk e, a világban a az, ami nekem tetszik így leírásban, az egy Johan Huizinga, az is holland volt. E, Johan Huizinga nevű ember az első világháború után történész volt, és írt egy e, e, tanulmányt a történelem logikájáról. És ebben azt írta, hogy azok a nagy népek, amelyek rendelkeznek vagy egy olyan személyiséggel, vagy egy olyan eseménnyel, ami téren és időn túl bárkinek a világon, bármely embernek vagy személynek nagy jelentőséggel bír. És érthető. És nálunk kijön volt 1956. Tehát a magyarokról a világban Puskás Ferencen mellett igazán ez él. Az, hogy egy, egy nép fölkelt egy olyan birodalom és hadsereg ellen, amelyik birodalomnak a hadserege nagyobb volt, mint ez az egész nép tokkal vonóval. Ez érthetetlen, és egyetlen dologért a szabadságunkért. És valószínűleg ez ettől a magyarok valamilyen módon, mindig valamilyen rebelis köntösben, de minden, mindenhol a világban van rólunk egy, egy kép. Ugye a rebelis az azért van, mert, mert a Habsburgok ezt terjesztették el, de ettől függetlenül én de, tartom de igaz, is. Az... De igaz is. Egyébként ugye, amivel én találkoztam a világban való utazásaim során, a másik ilyen őskép, amire egyszerűen kihúzzák magukat a Koreától, a, nem tudom, a guatemalai őserdői lakóig, nagyon genetikailag van valamiféle tudásuk, mert nincs ahonnan legyen. Attila. Ezt a neve, Attila, egy, egy, kihúzzák így magukat. Mond az amerikai Igen. film, amit mond róla. Azt nyilván tudjuk, hogy csak mondom, hogy tényleg van, amihez nekünk, Igen, egy homályos kötni, kém, de ami, van. amihez kötni bizonyos erőd. Egyszer sétáltam egy barátommal New Yorkban, és a Central Park mellett euh, volt egy kis stand, egy ilyen, mint ez az asztalka, és egy Sioux indián gyűjtött valami, valamilyen okból valamelyik indián ügyhöz aláírásokat, és akkor ugye az indiánokat a fejére tették tönkre. Hát oda mentünk érdeklődni, és hallotta az akcentusunkról, hogy nem vagyunk éppen te euh, amerikaiak, és kérdezte, és ti hová való Magyarországra. Á, ah, ti is harcos nép vagytok. Tehát van, van ez a, ez a, ez a e, metaforikus kép, hogy úgy mondjam, e, rólunk. De visszatérve a kérdésedre, a, tehát a nyelv tehette, te, nyelvet én gondolom, hogy az, az sokhoz hozzásegített, az észjárás, inkább nem is a nyelvet mondanám. Viszont a nyelv befolyásolja az észjárást, ezt egy Nobel-díjasunk mondta, ugye? Így van a régi nagy nemzedékből, hogy ő szerinte a magyar nyelv olyan gyönyörű, ezért kellene megtartanunk Meg és strukturálisan nem csak a szépsége, igen. nem csak az esztét. A felépítése így. másfajta gondolkodásra ad lehetőséget, igen. Igen, na és a, a, a másik dolog pedig az, hogy mi mi mondjuk az Európai Unióban egy közepes népességi ország vagyunk, tehát a 27-ből pont a felénél vagyunk, de világviszonylatban viszonylag... Van, viszonylag kisebb népességű országok közé tartozunk, most a kárpát medencét is beleszámolva, ezért nekünk sokkal tájékozottabbnak kell lennünk, mint mondjuk egy, egy nagy, vagy, vagy szigeten, vagy, vagy védett helyen lévő országnak. Egy norvég barátom mondta nekem, aki ö, hajótársaságokat, ö, ö, olajfúrókutakat, újságokat, mindenfélét birtokol, nagyon gazdag, és minden évben kétszer elmegy Amerikába, hogy ezeket az iparágakat tanulmányozni. És kérdeztem, hogy minek? Hát itt az internet, mindent meg tudsz nézni. Azt mondja, mi norvégok csak 5 millióan vagyunk. Igaz, hogy ott vagyunk a szélén a világnak, de nekem személyesen kell tájékozódnom arról, hogy mi történik a világban, mert nekünk résen kell lennünk. Na most nekünk magyaroknak, itt a történelmi ország fél. útján, az biztos, és, és valószínűleg ez, ez engem bizonyára ez hajtott, hogy értsem a világ folyamatait, és, és olyan módon legyek azt a szót, amit használtál, versengés, versenyképesség nemzetközi téren, hogy az, amit egyébként ilyen természetesnek veszünk, hogy itt több mint ezer éve itt van ez a nép, államiság, alkotmányosság, hagyományok, kultúra, ezt ilyen adottnak vesszük. De, hogy, de azok, akik ezt fölépítették és továbbadták, nyilván nem gondolkodtak azon, mondjuk Árpádék, hogy ezer év múlva mi lesz, de úgy dolgoztak, hogy ez fenntartható, jövőképes legyen. És hogy Tehát és a nekünk, rendszerét fölépítették, hogy a hagyományozó és, áll, Így, és átadták, és mindig időszerűen. tett nekünk az a feladatunk, azért kell nemzetközi versenyképesnek lennünk, hogy erre képesek legyünk. A, <laughs> ott van ez a nyomorult Trianon, ott, ott annyira egybeesett egy csomó olyan hulláma a világnak, amit mi, az akkori elitjeink nem voltak képeseket hát előtt azt a 20-30 évet kihasználni arra, és elment mellettünk a világ. Ráadásul pont akkor jött a az arisztokrácia és a nemesi rétegeknek a, a deklaszálódása a nyugati világból is, nem csak a kommunista világból. Tehát gyakorlatilag még azok a szereplők is ö, 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 a partvonalra szorultak, akiknek a, a feladata lett volna ennek a megtétele. Tehát ezt mondom, kíváncsiság, a nyelvünk, az észjárásunk és a résállét. A mi kategóriánk is felelős üzletember, ugye, ami azért arról szól, hogy valaki, akinek üzletileg sikerei vannak, az mi minden társadalmi szerepet is vállal, aznak érdekében, hogy jobb legyen a világ, ugye, és nem csak az üzleti dolgaival foglalkozik. De most jöttem rá ugye, a jelölésed kapcsán, hogy mennyire homályos az, hogy üzletember, mert ugye te is ugye, végső soron ott tartottunk, hogy te vezető voltál. És akkor később lettél üzletember, amikor, amikor mert már tulajdonoltál befektetéseid által, ugye Helikont, meg, meg a heti választ, meg a Brainbart, meg a Design Terminát, meg és valamilyen módon vállalkozó is lettél ezáltal, hogy ki Csák János, ugye így összességében most te hogy értékeled ezt, hogy te az üzleti világban ugye az üzletember megfelelően homályos ehhez, hogy ezt így definiáljuk, hogy ki Csák János? ezt nagyon sokan megkérdezik, és meg hogyha elmegyek valahova előadást akkor most mit mondjanak? Üzletember, nagykövet, műfordító, vagy mi a csuda? E, igazából én sem tudom a választ, valószínűleg nem vagyok üzletember, de meg hétköznapi értelemben vállalkozó sem. Én úgy tekintek magamra, hogy, hogy a világban rengeteg változás van, de mindig húzódik valami, ami állandó. Tehát, mit tudom, amikor én a MOL elnöke voltam, a MOLnak a akkor az éves árbevétele volt 5 milliárd dollár. És akkor MOL-ból kiszálltam, lemondtam az elnökségről, megvettem a Helikont, amelynek az árbevétele 1 millió dollár volt. Tehát 5 milliárdról 1, millió. És egyáltalán nem éreztem úgy, hogy ez kisebb. Azért, mert ugyanazt a féle dolgot próbáltam megcsinálni, hogy abból, az ugye egy, ezek, ezek vállalatok voltak, hogy lehet kihozni a legjobbat. Én azzal foglalkozom, hogy hogy lehet egy bizonyos Emberi csapatból, eszköz tömegből kihozni a, a legjobbat. Amikor a Szent Ferenc Csaba testvérrel dolgozunk, akkor ugye ott van egy alapítványi szervezet, 80 valahány ház, vannak a nevelők, van, van a, a rengeteg gyerek, és van a rengeteg gyerek, aki kikerült már a rendszerünkbe, és kint vannak az életben, hogy ebből az adottságban hogy lehet kihozni a legjobbat? Hogy a gyerekek, és, a, és egyébként a nevelők is ö, töb, többek legyenek. Arisztotelész mondta azt, hogy, a, hogy mire vannak a, a, az emberi társulások. És azt mondja, hogy az ember egyedül nem, nem tud jól meglenni, és azért vannak a társulások, hogy olyat hozzunk ki, amit egyenként nem tudunk. Ugye a család ilyen, tehát egy férfi meg nő külön-külön nem tud de együtt tud, és, és az nem azt jelenti, hogy csak megszületik a gyerek, hanem végigvinni, fölnevelni. A, az életet tovább Így van. Az életképességet, igen. Így van. Így van. Tehát én ebben vagyok, és arra törekszem, hogy, hogy úgy hívom ezt menedzsment nyelven, hogy kalibrálás. Hogy, hogy a, az eszközök, gépek, képességek, rendszerek és a benne lévő emberekben mi van benne. Nagyon sokszor van, hogy egy, egy cég valamilyen okoknál fogva alul teljesít ahhoz képest, ami a potenciálja. De van olyan cég is, olyan szervezet is, amelyiknek valami miatt magasabban van a célkitűzése, mint a potenciája, és mind a kettő boldogtalanság, ha alul lősz, meg hogyha fölül lősz, akkor is. Erre akarok rákérdezni, hogy akkor, ugye minden, amiket felsoroltál, az annak mind -mind más a piaca. Tehát, hogyha az ember vezet egy ilyet, én is operatív vezetője voltam nagy cégeknek, kisebbeknek, akkor ismerned kell a piacát, ismerned kell a, a, az erőforrásaidat, egy, egy sereg dolgot kell összerakni. De ezek mind-mind más-más dolgok, ugye más-más területek voltak. Mi az, ami közös? abban, hogy hogyan hozott ki a legtöbbet abból a bizonyos struktúrából. Mi a közös bennük? Hát ugye mindegyiknek más a krédója, más a lét oka, ami miatt van. A, a legvégső dolog az, hogy akik azt a terméket, vagy abban a szervezetben dolgoznak, és akik annak a... a, a a teljesítményét, vagy a termékét, vagy a szolgáltatását használják, azok jobban érezzék magukat. Tehát mondjuk a MOL esetében ott nem kőolajkutatásról, vagy, vagy finomításról volt szó, vagy, vagy benzinkut ö, kezelésről, hanem arról, hogy hogyan tudjuk segíteni, hogy egy ember eljusson A-ból B-pontba. Tehát ilyen, vagy, vagy az áru, hogy tudjon eljutni egyik helyről a másikra. A könyvkiadásban például nem az volt a, a cél, én szeretem a könyveknek az illatát, és az is nagyon jó dolog, amikor az ember megegyezik egy szerzővel, hogy mondjuk erről vagy arról írjon. Az is nagyon szép, amikor a szerkesztő dolgozik vele, az is nagyon szép, amikor kijön a nyomdába és megszagolja az ember, de az igazán szép, amikor megveszik, de a legeslegszebb, amikor valaki elolvassa. Tehát... a Hát ezt is Arisztotelész mondta, hogy minden egyes dologban, amit csinálunk az életben, kell, hogy legyen a végén egy másik ember, egy másik személy. A pénzt azért keressük, hogy a családunkat tisztességben fölneveljük, hogy legyen pénz a tandíjra, meg milyen más, nem a pénzért magáért. Mindig másik emberi személy kell, hogy legyen a végén. És én ezt a metafizikai tartalmat keresem, keresem minden, minden dologban. És nem én akarom meghatározni a metafizikai tartalmát, hanem úgy, ahogy mondtad, hogy van egy piaca, van egy erőforrás állománya, és azt, hogy lehet erre vagy arra terelni. De ez így van az embereknél is. Tehát itt vagyunk, kaptunk épp testet, épp lelket, és épp szellemet, értelmet. Na, mit hozol ki ebből? Ugye a templomban azt mondják, hogy, hogy a, ő, hogyan tudom kitalálni, Isten akaratát, hogy mit akar tőlem. Ugye én kapom a föntről a, a delejt, az élményeket, milliárd élményt egy, egy, élményt egy nap, és akkor melyik úton mész? Ha az én megfejtésem jó, akkor ugye van valamiféle értékrend, személyiség, tehát velünk született személyiség, neveltetés és egyfajta értékrend, aminek a szűrőjén keresztül te ezek szerint a sikereid miatt valószínűleg jól tudsz belehelyezkedni a, azok, a, a végén levő embereknek, nagy akár nagyobb csoportoknak a, a helyzetébe. Tehát ez egyfajta érzelmi intelligencia, ami mindezekre a gyökerekre épül, ahhoz, hogy valaki sikeres vezető legyen, mert aztán a részleteket valaki odarakják, lehet, hogy ez így, így jó irányba megy. Igen, én úgy szoktam megfogalni, hogy ugye a 20. században, magyar nyelven is, meg az angolban is, meg németben, franciában ez az érték szó terjedt el. De olyan nincs, hogy rossz érték. Az érték az jó. Jó. Csak a jót ugye nehéz kimondani. Én most persze utólag visszanézve, Tudom ilyen, hogy nem analitikusan elmondani, hogy én arra törekedtem, hogy azt, amit én emberi jóknak tartok, azokat próbáljam elősegíteni. És ilyen emberi jók az az, hogy, hogy ilyen jó az emberi jó a béke és a biztonság. Tehát egy cégnél is, hogyha te állandóan ideges vagy, te mint vezető, állandóan zaklatott vagy, az kihat a kollégáidra, ugyanúgy, mint a családodban is. Ha te türelmetlen vagy, akkor olyan lesz, a, mert ugye mindenki rád tekint. Tehát az egyik az az, hogy próbálj meg még akkor is, amikor amikor zűrzavarosnak tűnik a helyzet, stabilitást hozni a helyzetbe. Ugye ezért mondják azt, hogy ott válik el a vezető, amikor válság van. Hogy ő is beugrik a, a, a sírók közé és sopánkodók közé, vagy pedig vagy pedig azt mondja, oké, okay, ez a helyzet, erre megyünk, vállalom. Másik ilyen a, 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 kötődések. Tehát egy vállalatnál is, egy családban is, ö, ugye arra kell törekedni, hogy az ember erősítse a kötődést. Nyilván egy vállalatnál úgy mondják, hogy lojalitást. De valami, vagy, vagy, ugye azt mondják, hogy az a jó vállalat, ahol a, a munkatársak is gazdának érzik magukat. Valahol, kötődés, valahol a kötődés, valahova tartozás érzését, hogyha egy vezető elő tudja segíteni, az nagyon jó a, akkor ott van a gondoskodás képessége, vagy, vagy, a szabadságnak a, a, képessége. Tehát, hogy egy vállalatban, hogy merjek és tudjak delegálni feladatokat. Mert lehet állandóan kontrollálni dolgokat, de azért elveszem a, a, azt az alkotó erőt, ami benne van a többi emberben, és azt a potenciált, ami belőlük kijöhet. És most ez, hogyha mind így összejön, akkor valamiféle egyensúly kialakul. Én ezeket tartottam szem előtt. Még akkor is, amikor, amikor valakit elküldtem egy vállalattól, akkor, akkor elmondtam, hogy, hogy miért, és hogy, hogy, az egyébként, ami megvan abban az emberben tehetség, azt hogy lehetne hasznosítani, mert nyilván a, a pozícióba, abban a pozícióban nem volt jó, nem pedig szakemberként. Á, van, vagy nem vagy, volt, vagy, értéktelen lett volna. Igen. Így, van, így van. Tehát, ezek, amiket elmondtam, ezek az emberi jók, ezek univerzális emberi jók, de minden egyes ember más. És, és akkor is, amikor, mint emlékszem, volt olyan, hogy kollégám úgy döntött, hogy elmegy a cégtől, és volt, akinek azt mondtam, hogy hurá, mert ez előrelépés. De volt, akinek azt mondtam, hogy figyelj, az ott voltam most Mész, az, ahogy én látom a te potenciál, kaliberedet, az, az nem lesz jó. És nagyon sokszor visszavettem embereket, akik akik, hogy mondjam, kicsusszantak a saját ösvényükről, nem arról az ösvény, amit én. Én azt csináltam minden munkahelyemen, hogy megkértem a munkatársaimat egy-két évente, hogy írják le, hogy hol látják magukat három-öt év múlva. És azt kértem, a, ugye nem mindenkivel, a, 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 a nekem riportozó emberekkel, és azt kértem tőlük, hogy ők is, kérjék, az a többi embereket. És ez nagyon érdekes beszélgetéseket indít el, hogy, hogy terveket szőni, megbeszélni, akkor én hogy látom, és hogy lehet ahhoz hozzásegíteni őket, hogy azok az álmok megvalósuljanak. E ez ezt csinálom, vagy próbálom. Ez ugye kell azért egyfajta bátorság, például az igazsághoz való viszonyulás bátorsága, mert most nagyon divatos kivonulni és azt mondani, hogy jó, ahány ember annyi igazság, nem ragaszkodni ahhoz, hogy mégiscsak lehet valami tőlünk teljesen függő. Mert ugye nem az én igazságomat akarom, hanem egy, van egy, a mind egy, az végsősoron az, hogy végsősoron van egy igazság, a többi az csak mellébeszélés, és hogy ahhoz közelíteni, azt valahogy keresni, azt kijelenteni, még akkor is, hogyha nagy tisztelettel, hogy ez honnan, ez honnan meríti az ember? Te, te honnan meríted egyébként ezt? Mert ehhez ez szükséges, nem? Ki kell tenni az asztalra? Hát egyrészt ki kell tenni az asztalra, de annál nincs erősebb dolog, mint a példáddal. Tehát az, ahogy viselkedsz, ugye ez a, a, a magyarban minden nyelven megvannak ezek a mondások, hogy e, bort iszik és vizet prédikál. Tehát, hitelesség, ugye? Hitelesség, tette? igen. És az, hogy hogyan tudja azt az ember, hogy mi a jó, az egyrészt, eh, ahogy mondtad az elején, ez az, az egy ilyen, belenövekedés a neveltetés, oktatás, példák látása. És van egy mérce, az az, hogy a körülötted lévő emberek akarnak-e veled időt tölteni, úgy érzik-e, hogy az ő emberi jói, amiről beszéltem, kötődés, biztonság, szabadság, gondoskodás képessége, hogy, hogy ezekben növekszik-e. És a jó hír az az, hogy mindig lehet változtatni vezető is tud rá. Én például a vezetői pályám elején egy nagy dúvad voltam. Én szerintem nagyon nehezen voltam elviselhető. És nem azért, mert nem volt igazam, hanem azért, ahogy előadtam azt az igazat. És írni kellett? Tessék? Írned kellett? Érődnöm kellett. Tehát szenvedő szerkezetben. Tehát nem, sem nem az én akaratom volt. Nyilván volt Nekem nagyon sok nálam idősebb barátom van, ugye, mert nagyon korán lettem vezető, és, és nagyon, tehát vannak egy jó páran, akik, akik megtiszteltek az, hogy, hogy elmondták az őszinte véleményeket. Hogy ezt nem így kellene. Később, vagy akkor? Akkor, akkor. az, az, az emlékszem, ez olyanok az, az voltak, az mint hogyha fölpofoztak volna. Mert hát, de hát, Géza vártyám, hát ezt nem, ezt én nem, nem úgy mondtam, és nekem igazam van, és mondta, hogy hát nem, nem úgy van az. És aztán az ember megemészti, mert a legtöbb dolgot nem tudatosan emésztjük meg, mondta ezt az érzelmi intelligenciát. Tehát az egész az egy nagy kombináció, hogy mikor kapsz egy olyan hatást, érzelmi hatást, ami fordít az értelmeden, vagy mikor kapsz egy olyan értelmi hatást, ami. Ami fölborítja még az érzelmi háztartásodat is, és akkor visszalendít. Azt mondják a, a pszichológusok, hogy inkább a filozófusok mondják, a, or, konkrétan a Ortegai Gassé, a 20 -30 as 30 évben spanyol filozófus írt a szeretetről. És a szeretet kapcsán arról, hogy mi, mi, mi az ember útja. És azt mondta, hogy, hogy igazából a, az ember mindig tudja, hogy milyen állapotban van, milyen. Hol, hol tart az útján. És azt a metaforát hozta, hogy mint ahogy egy, van egy keréknyom. És akkor az ember azt tudja, akár lovaskocsival megy, akár kocsival, akár biciklivel, hogy mikor van benne a keréknyomban, és mikor csúszik ki, vagy, vagy dobja ki egyszerűen a, a keréknyom. És ezt azt mondja, hogy még gondolkodás nélkül is tudjuk, hogy mi van. És azok a boldog emberek, akik azért vissza tudják magukat tenni arra a keréknyomra, mondjuk ő egy nagyon erős dolgot mond, azt mondja, hogy minden ember egy valamire teremtetik. Tehát, hogy a a keréknyom az vezet is valahová. Most nem kettő, nem öt. Nem kettő, nem öt, és ezt mond, ugye ez, ez amit a, a keresztény hitben is tanulunk, hogy mi az, amit Isten szeretne tőlünk, vagy mi az, amire teremtett. Most az nem azt jelenti, tehát ez lehet, egyszerre lehet az ember családapa, pék, tanító, tudós, már mind nem egyszerre, tehát ez, ez mind nem egyszerre, de, de több szerepet be tudunk tölteni, és több szerepet be is kell tölteni, csak mindegyiknek van egy közös ösvénye. Amikor megjelenítesz valamit a világban, amit Igen. csak te tudsz megjeleníteni. A te világért érzett felelősségednek no, mindig nagyon hogy mondjam, fontos területe volt a jövő nemzedék. Tehát a, ami egy különleges élmény sok fiatal közgazdásznak azok a táborok, amiket szerveztetek a, ugye hosszú éveken keresztül, és aminek nagyon fontos jellemzője volt a te személyes jelenléted, hogy akkor, amikor a csúcson voltál, akkor is te magad oda mentél, és nem csak a katedráról beszéltél, hanem a sörözés, tehát az éjszakai vitákba is részt vettél, és ez hihetetlen érték azoknak a fiataloknak, akikhez egy komoly ember az életről ugyanolyan őszintén és nyíltan tudott beszélni, mert ma, ma, hozzáférhetetlenek a vezetők. Tehát lehet, hogy akkor is azok voltak, tehát akkor is különleges voltál te. Tehát minél magasabb szinten ha valaki annál inkább csak a saját köreivel foglalkozik, és a fiatalokhoz ilyen értelemben nem jut le, hogy valaki őszintén, hosszasan lehessen kérdezni filozófiáról, életről, hozzáállásról, Menedzsmentről, világnézetről, stratégiai kérdésekről, ami, amiket te ott nyújtottál személyesen. Tehát ez egy nagyon fontos pillére ennek a felelősségnek, amit mi díjazunk is. Hogy, hogy miért így? Nyilván nem rossz kérdés, hogy miért csak egyedék, de de, de. de azért de, ez egy erőfeszítés volt, amit te megtettél? Erőfeszítés is, de hogyan élvezet is. Tulajdonképpen összefügg ez a kíváncsisággal. A vezetői munka az magányos munka. Tehát nagyon sokszor van, hogy, hogy ö, büszkeségből, vagy, vagy, az adott környülállás miatt nincs, akit megkérdezzél valamiről. Mert mit tudom, a feleségedet, vagy a férjedet nem tudod megkérdezni, a versenytársadat nem tudod megkérdezni, ö, ö, nem tudom, a kollégáidat nem tudod megkérdezni, mert, mert lehet, hogy nem, nem is akarod föltárni azt, hogy, hogy problémád van. És a, a vezetői munkának az a legnagyobb kérdés, hogy hogyan frissülsz. Tehát lehet sokat olvasni, de egy beszélgetésekből, párbeszédből sokkal inkább lehet. És én, így megint utólag véve, én azért szeretek fiatalabbak között lenni, mert egyrészt engem is frissen tart, Másrészt fiatalon az emberek föltesznek orcátlan kérdéseket. Tehát nincsenek skrupulusaik azzal, hogy most valami nagy ember van ott, hanem fölteszik, hogy ezt még az ember hagyja is, és akkor érvelnet kell. Mert, mert, ugye ezt sokszor megtapasztaltam külföldön is, hogy, hogy ott, mint az Amerikában, magyarként, vagy Ausztráliában, tudom, voltak ilyen vitáim igazgatósági hogy valamelyik, ezt majd kivágjátok, tahó amerikai e, megpróbálta lesz szóval. és mondta neki, hogy barátom, te mit csináltál már meg az életedben? Ilyen problémával nem is találkozták. Mit képzelesz te magadról? De ez, ez frissen tartja az ember. De ugyanígy Magyarországon, én, hogyha bemegyek egy új társaságba, valaki elolvashatja, hogy én ki voltam, de csak az érveim súlya miatt. Tehát attól lehet tekintélyem. De azt, hogy, hogy én ki vagyok, hogy, hogy tudok-e szöget ütni a, a, a társaság fejébe, vagy képes vagyok-e olyan érdekes összefüggést megvilágítani, ami őket is érdekli. Tehát nem a tekintélyem. Ö, majmolásáról van szó, szóval hanem a, a, az egy, egyenlők beszélgetéséről is. Nekik lehet, hogy nem tisztalap vagy, de magadnak te tisztalapként mi ez be mindenhová, és te írod tele? Így van, így van. És el, erre kell törekedni, és erre a fiatal közötti létnél nincs jobb. Tehát mesterségesen nem tudod előzni. És, és közben meg ők is hihetetlen első kézből tudnak magukba szívni olyan dolgokat, amiket máshonnan lehetetlen lenne én nekem megadatott, ugye pont 87-ben végeztem a, a, közgázon, és megadatott az, hogy az egyetem után is, ugye mondjuk egy a polgári közgazdaságtant, vagy a, a nyugati számítelt meg ezeket a dolgokat egyetem után kellett megtanulni, számítógépes készségeket, illetve ismereteket, és Emlékszem, hogy egy csomó dolgot, amikor elmentem ilyen tanfolyamokra, meg továbbképzésekre, nem is értettem. De azt tudtam, hogy valahol van egy épület, és ez a tudás darab, ez valószínűleg itt van ebben a, ez az ablakkeret. Ez a tudás, ez, ez a fríz az épületen, ez a tudás ez, és, és szépen a szemem előtt növekedett föl. Tehát amikor tartok előadást akár 400 embernek, akár 20 embernek, menedzsmentben vagy, vagy, vagy más témában, akkor arra törekszem, hogy kinyissak ilyen kis ajtócskákat, ami az a, a, a hallgatóságban kinek-kinek a saját érési, fejlődési sz, tudás szakaszában valahova beilleszkedik. A saját rendszerében. Rendszerébe. A saját rendszeréből. És akkor valamikor majd bejön. Én arra vagyok a... Hogyha valamire büszke vagyok, akkor arra, amikor 5-10 év múlva jön valaki, és mondja, hogy így kell csinálni a dolgokat, de már nem emlékszik, hogy tőlem hallotta. Az, azt nagyon szeretem. Ez <laughs> ennek kellenes visszajelzés. És ennek fontos része a, a sör, és az éjszaka, és a hatodik óra vita, Igen. nem? Tehát Igen. amit az első órában nem lehet. Nem ér el arra a szintre, csak a hatodik órában ér el arra a szintre, hogy valamit át tudjon menni. És hogy ezt a fajta hozzáadott értéket nagyon becsüli, gondolom, mindenki, aki ebből kapni tudott. De látom, hogy ez neked is értéket jelentett, és ez egy win-win helyzet volt. Egy idő után rájöttem, hogy nekem négy gyerekem van, és azért ilyen mikrobusszal, mikrobuszt kellett venni, mert ilyen minivenbe sőt, fértünk már bele biciklikkel, hat bicikli csomagok, mikor jöttünk, mentünk, és azt tapasztaltam, mert ugye az ember az ebédasztalnál, a vacsorasztalnál beszélget a gyerekeivel. De aztán az egyik azt mondja, hogy jó, elmegyek leckét írni, vagy valami, mind, ezek rövid idők. De amik elmenni Csíkszeredába, az ugye akkor még nem voltak autópályák, volt egy kilenc órás út, vagy még tíz is. És akkor ott az autóban mindenféléről beszélgettünk, valami félbe maradt. Csönd. Akkor fél óra múlva másik visszatért rá. Tehát a, a nem struktúrált idők együtt töltése. Amikor, amikor hullámzik, beszélünk komoly dolgokról, akkor elcsöndesülünk, utána megint, mert ugye amikor rövid idők vannak, mint egy esti baráti beszélgetésben, a vacsora közben, akkor egyik témára a másikra ugrálás van, vagy valaki elmegy, valaki megjön. És ami végez, ami megszakad, az megszakad. Az megszakad, igen, és hogyha sok a sör, akkor nem is mindenre emlékszik az ember. Tehát azért szerettem, szeretem az ilyen egy-két napos kiruccanásokat, mert lehet reflektálni struktúrálatlanul és ezt minden, minden munkahelyemen ö, próbáltam. Ugye ezt aztán a nyugati menedzsment technika is kitalálta, offsite néven, de a legszebb az, a, a, az ami a, most a, azt a 75. ilyen úgynevezett menedzsment fednél tart a menedzsment tudomány, ami mindig egy kicsit újra újracsomagolva és új, új márka nevet rátéve, de az egyik ilyen legújabb a, a nyugati menedzsment tudomány, a storytelling ami nekünk magyaroknak, hát mi állandóan ezt beszélünk. Tehát egy angol ezt tudja képzelni, hogy a, a Hádúi Dúra, te elmondod, hogy tényleg hogy vagy. Mi, mi akkor is, tehát a story te nekünk a storytelling van, a történet elmondása, és arra idő kell. A, nem, nem, is féltem, most megint visszatérve a nyelvre, hogy mi azt mondjuk, hogy töltjük az időt. Töltjük Múlt az úgy, időt. Úgy, 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 az sem a múlatás, hanem a múlik. Igen, de a töltés az érdekes, olyan, mint hogyha kaptál volna egy nagy, egyébként tisztázatlan térfogatú dolgot, és Igen, azt te Igen, töltöd, egyébként. egyre több lesz. Mit csinál az angol? Költi az időt. Mint hogyha kapott volna egy bukszával, vagy egy, egy, és, és akkor abból költett. Együtt, we, we have spent time together. Együtt költöttünk időt. Mennyivel másabb az, hogy együtt töltöttünk időt? Na, ez az a szemlélet, ami, ami különböző, és ennek meg kell adni a, az idejét. Tehát rá kell szánni az időt. És oda kell figyelni, hogy mivel töltöm az időmet. És nekem visszatérve, tehát a, a kíváncsiság, a, az, az éberség, a, a kihívások miatt annyira természetes, volt ez hogy nem nem is nem is gondolkodtam rajta. A, volt szó itt ugye egyéb társadalmi szerepvállalások kapcsán is ugye a, a Dévai Szent Ferenc alapítványról a Szilk alapítványról nem is beszéltünk de említettük az elején hogy az is mennyire fontos a Design Terminál a, a Brain, Brain Bar. bar. Tehát, Kérdés az, hogy te ezen kívül ugye írása is foglalkozol. Azért akarom ezt úgy, ezt hogy érezzék az emberek, rengeteg mindenről beszélhetnénk, de át akarok fordulni egy másik témára, hogy mint író ember, ugye rengeteg cikket, tanulmányt jegyzel, műfordítottál rengeteg szépirodalmi vagy filozófiai szakmai művet. Mit jelent számodra az írás? és az olvasás is, azt azért látjuk a beszélgetés kapcsán, ugye, hogy, hogy, ez azért az idő, legjobb idő töltésnek számít, mert az a töltés az itt most ki is tud jönni, de az írás hogyan jelenik meg a te közéleti felelősségvállalásodban? Ugye az, az óriási felelősség az ember mások sorsába bele, bele nyúl a szavaival, a vezetői pozíciója révén, hogyha az ember úgy belegondol, akkor, akkor elég nagy tériszonyt lehet attól kapni, hogy ki vagyok én, hogy, hogy más emberek sorsát befolyásoló döntéseket hozzak. Most akár egy vállalatnál egy leépítés, akár egy előléptetés, vagy, vagy bármi más. És a, az én számomra az írás és az olvasás az, az, az azt a lehetőséget adja meg, hogy reflektálják. Ugye a reflexió az azt jelenti, hogy új megvilágításba helyezzek dolgokat. És ez, ez irodalom is lehet, de lehet filozófiai művek is. Ugye a filozófia azt úgy szokták fordítani, hogy a bölcsesség szeretete. De a régi görögök azok úgy is mondták, hogy a lényeg szeretete. Roska Tamás erről néhai Roska beszélt, és én arra törekszem, és ez a mai világban még inkább így van, hogy tengernyi, óceánnyi információ van az interneten, meg itt, ott, Hogy hogy tudsz, tudod kiválasztani a lényegi, a releváns információkat. Én úgy tekintem magam, mint helyettes olvasó. Úgy gondolom, hogy a világban mindenki nagyon kíváncsi ö, dolgokra. Az, hogy mire éppen, az, az különböző dolog, de nincs elég ideje módszeresen utána járni. És bennem valami miatt kaptam a Isten egy ilyen lényeglátást, és megpróbálok nagyon töményen, de érthetően lényegre törően bizonyos dolgokat megvilágítani, anélkül persze, hogy ez a, a, a világ gazdaság, gaz, gazdagságát vagy színességét ne ö, csökkentse. Tehát én helyettes olvasó vagyok. Na, a legtöbbször úgy írok például, hogy megvan a fejemben az, hogy kinek írom, hogy ő mit szólna hozzá, régi tanárom, vagy ez változó egyébként, hogy ki. Ki az? Egészen a, most a legutóbbi időkben volt úgy, hogy úgy írtam, hogy a magam örömére. Mindig a magam örömére az írok. Is egy de... egy nagyon magas mérce egyébként, csak ez már látszik. És tudja is az ember, Lehet, hogy tehát... még magasabb mérce, mint a, ha bárki másnak írja. Ugye igazából minden tevékenységünkben úgy van, hogy akkor vagy a csúcson, akkor vagy a flóban, amikor nem veszed észre. Na most nekem például a fordításnál nagyon sokszor van olyan fló mint amikor az ember motorozik. Mert ott is nagyon oda kell figyelni, de amikor úgy oda, na és akkor van ilyen a fordításban is, hogy egyszerűen érezett, na most ez a helyen van. És akkor ebben a tehát úgy gondolod, hogy ez talán másoknak is hasznára válik, hogyha te desztilálsz, és a desztilátumot, a, a lényeget valamilyen aspektuson, a te, te aspektusod meg tudod világítani, és az is egy falat lehet valakinek, és ő meg vigye tovább. Igen, a lényeg, a lényeg az nem azt jelenti például egy, egy, mit tudom, egy almafának, mondhatnánk, hogy a lényege az alma, amit megeszünk, de nem az a lényege, hanem az egész ökoszisztémája. És inkább a lényegben úgy mondanám, hogy, hogy rávilágítani olyan összefüggésekre, amelyek, amelyek gondolkodást igényelnek. Mondok egy példát, most írtam egy hosszabb tanulmányt, majd valamikor meg fog jelenni, és abban szó van egy emberről, egy a világ egyik legsikeresebb, már ré, régebben élt, legsikeresebb embere volt, nagyra becsült ember, aki viszont eléggé álszent volt. Tehát az elveit a magánéletében nem követte. Ilyen előfordul. Ö, politikusoknál vagy, vagy mások. Ez nem politikus elég elítélhető módon én, én teszem hozzá saját véleményem szerint, nem kell hozzám csatlakozni. Na, és akkor ez az ember nagyon sokat hivatkozott arra a bibliai helyre, hogy. ú uh, most nem tudom pontosan ez, úgyhogy lehet, hogy ezt meg kivághatjátok. Az van benne, hogy, a, a, hogy vannak, akiknek Isten megmondja az útjukat, e, és azt kell csak követni minden áron és, és, ugye van, ami, van, amikor az ember önszuggesztióval is azt tudja mondani, hogy persze, hogy ezt Isten mondta nekem, nekem ezt meg kell tennem, meg, meg, lehetek kis gazember, meg... De ugye a Bibliát egybe olvassuk. Ezek az összefüggések. És a Bibliának a másik végén meg ott van, hogy de mit ér a világ mindenkintse, hogyha a lelkedet kell odaadni érte. És ezt a kettőt együtt kell olvasni. Tehát nem elég, hogy az egyikben megvan. Na én ezeket az efféle, most csak ez jutott eszembe összefüggésekre e, e, próbálok rávilágítani, ami elgondolkodtatja az embereket, tehát akinek van rá affinitása. Hogy akinek füle van, az hallja. Hm. És de végrefele rá szeretnék kanyarodni talán az egyik legnagyobb mutatványodra, mert végső soron a, a mindez, ha nem lenne elég, akkor talán mindezeken felül a legfontosabb dolog az, egy olyan dolog volt, amire most célos ennek a híres embernek a kapcsán, hogy te mindezek mellett meg tudtad tartani a hitelességedet családapaként, férjként, és ugye az, hogy mi férfi példakép díjat adunk, és felelősséget embereknek is tényleg nehéz dolgunk van, mert jó üzletemberek vannak, de olyanok, akik minden az életük többi területén is példamutató, felelős, hogy mondjam, hiteles emberek tudtak maradni, vannak, hál' Istennek, de ennek vissza kell állítani a becsületét és a mércéjét. És te azért négy gyerekkel, öt unokával, egy feleséggel, majd, hogy nem meg kell kérdeznem most ugye a nézők hogy hogy lehetséges. Hogy, hogy sikerült ez? Egyrészt én sokkal jobb véleménye vagyok a, a vezetőkről úgy általában. Tehát a, ugye nagyon sok mindenkiről, nagyon sok mindenkinek a következetlenségeit, meg az esendőségeit ismerjük, de én úgy látom, hogy igazán tartósan jóvezető vezető, azt tud lenni, aki bizonyos egyensúlyt tud tartani az életébe, és szinte nem ismerek olyan vezetőt, aki valamilyen módon ne jótékonykodna. Vagy a, a származási helye, vagy az iskolája, vagy valamilyen más témában, ami még akkor is, hogyha azt mondja magának, hogy jó, így igazolom, hogy én jó ember maradtam, meg nem hagytam ott a gyerek gyökereimet, de, de ez, ez fontos dolog. A legtöbben Igyekeznek tájékozódni is. És abba beszüremkedik a, a nem csak az, hogy technikailag hogy hajtunk végre dolgokat, hanem az, hogy miért. Én, én úgy látom, hogy hogy nagyon sok vezető reflektál, és, és főleg azért, mert, mert nagyon sokszor van, hogy a vezetőnek még beteg lesz a gyereke. Vagy a, akár úgy, hogy pszichoszomatikusan ő miatta. Tehát van, Isten érdekesen figyelmezteti az embereket, hogy ácsi figyelj oda. Tehát én jobb, jobb véleménnyel ö, vagyok nagyon sok jó vezetőt is, meg természetesen van sok dúvad, ö, és igazából. Egy ilyen díjnál is a, a, szerintem az az érdekes, hogy, hogy megtalálni azokat a, az embereket. A kérdésed másik felére, tehát hogy, hogy ezt hogy lehetett csinálni, valószínűleg úgy szóltam, hogy bennem egy atomerőmű van. Tehát teljesen nyughatatlan vagyok. Ennek ellenére, hogy nagyon jól el tudok üldögélni is. Egyedül is akár, és szoktam is. Azt mondja Elizder McIntyre, az egyik legtekintélyesebb amerikai filozófia professzor, hogy mikor le is írta, de ugye nagyon sokszor megkérdezzük egymástól is, hogy mi az élet értelme. És azt mondta, hogy az élet értelme az, hogy te föl tudod tenni azt a kérdést, hogy mi az élet értelme. Tehát, hogy ezen töprengsz. Mert az azt jelenti, hogy ember maradtál, nem gondolod, hogy megvan az összes válaszod, és tudod, hogy akármi is van mögötted, jó vagy rossz, mindig a következő lépésed számít. És mit kell tenni? Max Weber ezt úgy fogalmazta meg, hogy azt kell mindig nézegetnünk, hogy mit akarhatunk, és mit akarjunk. Nem engedlek ki ebből a kérdésből. Mely, melyik nem Hogy a család. Ja. Adat, hogy tudtad megtartani mindeközben. Ugye, mert a, én a, a vezetőket én sem. Tehát én tudom minden. azt szoktam mondani, hogy a vezetőknek nagyon nehéz. A vezetők környezetének nehezebb sors jut, de az, a, az értékörökítési képesek is sokkal gyorsabb és nagyobb hatással vannak. Tehát kevesebbet vannak otthon, de az sokkal nagyobb hatás nagyobb kapcsolata rendszert hoznak be, annak is nagyobb a hatását, tehát ez kompenzálódik valahol, de azért kemény élet jut az asszonynak, kemény élet jut a gyerekeknek. Mindezek mellett azért a nagy művészet földön, vízen, levegőben, kontinensek között is ezt az értékrendet bent megtartani, és a családot is egyben tartani. Tehát én már amikor kicsi voltam, akkor is tudtam, hogy viszonylag nagy Családom lesz. Tehát ez egyszerűen bennem volt, érdekes módon. A Nekem a család az a, a biztonságos fészek. Ugye nagyon különböző egy, egy családban, ahogy mondtad is a, a feleségnek, hogyha otthon, van, mi úgy döntöttünk, hogy Juli legyen otthon azért, hogy a gyerekek azt kapják, amit mi vagyunk, főleg, hogy én nagyon sokat dolgoztam, és voltam távol. És a gyerekeknek az iskolában meg más volt, és nekem is. És voltak, amikor nagyon-nagyon el voltam fáradva, vagy vagy olyan, vagy kudarcot vallottam valamiben, vagy, vagy igazságtalan helyzetben találtam magam. És olyankor az ember futni akar a fészkébe, ahol, egy, ahol védelem van, ahol, ahol elengedheti magát. Ahogy József Attila írja, hogy tedd a kezed homlokomra, mintha a kezed kezem volna, úgy őriz, mintha jó volna, mintha szívem szíved volna. Na azt a biztonságot, hogy te hátrajtod a fejed, behunyod a szemed, közben kint dörögnek az ágyúk, villámlik, vihar van földrengésen, és akkor valaki a fejedre, homlokodra teszi a kezét, és azt mondja, hogy minden rendben Na, ez a család. Mindent Csák János, nagyon szépen köszönöm, hogy egy pici bepillantást engedtél belőle, és nagyon örülök, hogy a 2021-es Gányi aztán diák sok között tudunk üdvözölni